3-2 és fél éves korom óta sportolok, ugye csináltam karatét, kickbox, birkó, kosárlabda, golf, tánc, minden. 2011-12-ben édesapám elindította itt Magyarországon a termét, ott vele elkezdtem edzeni, és 2014-ben kimentem Angliába, és most a London Shoot Fighters-nek vagyok egyik csapattagja. Ugye vannak technikai edzések, vannak sparring, most erre a meccsre elég sok sparring volt, nagyon sok kondíció, szóval nagyon sok kardió, nagyon sok súlyemelés úgymond, szóval igazából ezekből állnak. Felkelek, edzek, iskolába megyek, megint edzek, és ez minden nap. Szóval ez, és akkor ez hétfőtől péntekig, szombaton meg felkelek, edzek, és utána van egy kis pihenés, megint edzek. 18 éves vagyok, ugye még amikor amatőr voltam, 17 évesen meccseltem, és ugye felnőtt emberekkel, és csomóan visszaléptek, folyton volt, hogy lefogytam, bemérlegeltem, és 2 órával a meccsem előtt nem jött el a srác, akkor mondták, hát, hogy nincsen meccs. Szóval van ilyen, viszont amióta profi vagyok, azóta úgy érzem, hogy tudtam kapni elég meccset. Én úgy érzem, hogy nagyon jól ment a felkészülésem, ugye nagyon jó sok középsúlyúval sparingoltam, más országokból is jöttek be, Csehországból, Spanyolországból, ugye a csapattársaimnak. Úgy érzem, hogy készen állok, meglátjuk, hogy megy pénteken, de én nagyon magabiztosnak érzem magam, és én úgy érzem, hogy a W-vel fogok kijönni abból a ketrecből. Így kedvencem, amikor befejezem a meccset, meg amikor kivonulok a meccset, nekem az a kettő a kedvencem. És teljesen más világ. Főleg amikor látod, hogy sok ember, és akkor neked a nevedet, főleg most itt ebbe a Bellatorba lesz elég sok ember, aki remélhetőleg a nevemet fogja kiáltani, szóval alig várom. Mind a kettő, de nagyon izgatott vagyok, hát nagyon jól esik, hogy Magyarország előtt, szóval a szülőhazám előtt tudok ketrecbe lépni. Főleg egy ekkora show-n, nézd milyen olyan meccsek vannak ezen a show-n, hogy csak nézd a főmérkőzés, ugye a Benson Henderson és a Huerta, akkor a Ignashov, a Raymond Daniels, szóval nagyon nagy nevek vannak, és tényleg örülök, hogy ilyen kártyán tudok szerepelni, főleg úgy itthon vagyok.